Üdvözöllek! A folytatásos című videó első részét mutatom be most neked. Ez a téma pár gondolat erejéig felmerült már a kezdethez című videómban is. Olyan nehéz témakört választottam, ami önmagában több fejezetet érdemel. Ez egy kötelező tananyag, amivel így az elején kell megismerkednünk ahhoz, hogy az utunkat eredményesebben tudjuk folytatni. A videó hossza sem lesz elég ahhoz, hogy részletesen be tudjam mutatni ezt a témakört, csupán arra tudom használni, hogy az előző videómban beszélt célok eléréséhez, hogyan, milyen módszerre juthatunk el. Amit folyamatosan kell tanulnunk együtt. Hiszen még én magam sem ismerem minden részletét. És gyakorolnom is kell az elsajátítási módját. Röviden hát nézzük, hogy miről is lesz szó. Gondolkodásmódról, önértékelésről, önmotivációról és pár módszerről. Vágjunk is bele akkor, és nézzük először a fejünkben lévő hangokat. Milyen hatásúak? Ezek a hangok mindannyiunkban, benned és bennem is egyaránt, megszólalnak. De vajon legyengítenek, vagy erőt adnak? Bátorítanak, vagy éppen visszatartanak? Ezt úgy képzeld el, ahogy a mesékben szokták ábrázolni, hogy a vállalón ül a te személyes angyalod és ördögöd. Mind a kettő te vagy, és a te hangodon szól. A fő kérdés az, hogy melyikre hallgatsz. Mert nem mindegy például, hogy hogyan állunk hozzá, hogy igen, képes vagyok rá, meg tudom csinálni. Vagy éppen eddig sem sikerült semmi az életemben. Miért lenne hát most másképp? Ezek a fejünkben lévő hangok sokszor ellentmondóak. A legtöbb esetben a vágy és a hit áll erős ellenállásban. Tehát van egy erős vágyunk, melyet elérni szeretnénk, ami boldogabbá tenne bennünket, de a lényünk egy része egyáltalán nem hisz abban, hogy ez valaha is be fog következni. Lealacsonyít bennünket, és nem teszünk semmit vágyunk elérése érdekében. Viszont a lényünk másik része is ott van ám, amiben bízhatunk, ami erőt ad és inspirál. Meg kell hát találnunk és a felszínre hoznunk, és engedni, hogy ez irányítson bennünket. Ezek a hangok a szüleinktől, környezetünktől és a társadalomtól származnak, amit hűségesen hordozunk tovább mi is, és örökítjük át a mi környezetünknek és gyermekeinknek. Amit gyerekként tapasztaltunk, láttunk szüleinktől és a környezetünktől, azt az életünk során újra és újra lejátszuk, mint egy filmet. Például, ha valaki egyszer azt mondta neked, hogy semmire sem fogod vinni az életben, ez neked rosszul esett, fájt, hiszen negatív érzelmi töltése volt. Ezt a hangot és mondatot hallod újra és újra? Ettől a folytonosságtól a hitrendszered megerősítésnek veszi, hogy te ezt akarod, akkor is azt mondod, hogy nem. Ez a hang, amit valaki más mondott neked, rólad, és ezt te újra és újra lejátszod, azt attól már nem más, hanem te magad mondod. De ez jó. Hogy miért? Mert te ezt meg tudod változtatni. De arra vagyunk programozva, hogy önmagunkat saját elménkben mentálisan és érzelmileg összeverjük. De az elménket újra lehet programozni. Ehhez viszont fontos, hogy tudjuk, mi zajlik benne. Mert önbecsülésünk nagy része ebből ered. Minél tisztábbak vagyunk, és minél kevésbé vannak negatív, ellentmondásos gondolataink, annál fókuszáltabbak vagyunk dolgokra, hatékonyabban is tudjuk végezni azokat, annál örömtelibbek és lazábbak vagyunk. Figyelj hát a belső monológodra! Először is tedd tisztába az elmédet. Másodszor meg kell keresned a rossz emlékeket és tapasztalatokat, amik a negatív érzéseket generálják. Hogy a választ megtaláld, fel kell tenned a megfelelő kérdést. Mivel vívódom önmagamban? Ha nem szereted, amit jelenleg csinálsz, tegyél fel jobb kérdéseket. Hogyan változtathatom meg? Mi az az erőforrás, ami segíti a problémámat megteremteni? Hová menjek, hogy ezt megváltoztassam, hogy ezt megszüntessem? És hogyan hozhatom rendbe? És így már is jobb kérdéseket teszel fel. A legjobb, ha megtanuljuk szeretni minden egyes részünket, mert a szeretet az, ami minden negativitást és fájdalmat felold. Gondolj bele, mi történne akkor,
ha megtanulnánk szeretni önmagunkat, ha örök békét kötnénk azzal, akik valójában vagyunk, ha képesek lennénk megszeretni saját hibáinkat és gyengeségeinket, sőt, hagynánk, hogy létezzenek, ha nem küzdenénk paradox módon a rossz és a gyenge ellen állandóan, akkor elveszítenék jelentőségüket, és a jó kerekedne felül. Emlékek, érzelmek. Ezek azok, ahogy saját magadban jelképezed magad. Ahogy saját magadban értékeled odabent. És azok közül is általában az erősebbet használod. Ezek általában fájdalmasak. Az önbecsülésünk azon alapszik, ahogy amit magunkban őrzünk. Ha nem szereted a mostani önértékelésedet, azt, ahogyan látod és odabent megjeleníted magad, akkor azt kell megváltoztatnod, azt, amit magadban teszel magaddal. És hogy értsd, hogy valóban összefügg minden mindennel. Csak tényleg három mondat. A 21. század életérzése a stressz. A stressz a tested reakciója, ahogyan a világot érzékeled és látod. Te hozod létre, és te alkotod meg. Neked is kell hát feloldani magad alóla. Ha egy gondolat vagy elképzelés meggyökeresítik a tudatban, azaz teljesen betölti azt, akkor az univerzum minden ereje a segítségünkre siet, hogy az elképzelés valósággá váljon. A gondolataid határozzák meg a tetteidet, a hangulatodat, a napjaidat, sőt, az egész életedet. A gondolataid teremtik életed. Persze ennél az egy kicsit többet kell tenni, de tegyük fel, hogy teljesen elfogad ezt a tényt, és hogy a gondolataidnak teremtő ereje van. Mi az, ami a lelkedet felkavarja? Mi az, amiért minden áldott nap képes lenni többet tenni, mint az előző nap? Miről szólnak az álmaid? Fontos, hogy a válaszaid belülről önmagadból fakadjanak. És ne hallgass mások véleményére, mert a negatív rezgéseivel visszatartanak a fejlődéstől. Felejtsd hát el a rosszalló hangokat. Pár módszer, amit én magam is használok. Vegyünk egy percet, amikor ráhangolodsz a legjobb, legboldogabb és legmotiváltabb énedre. És érd úgy bele magad, hogy még ezelőtt soha. Most emlékezz az érzésre, és cselekedj így minden nap, ahányszor csak tudsz. Gyakorlásra ez a viselkedés a szokásoddá válik, és akkor elképesztő eredményeid lesznek. Rengeteg sikeres ember írja le céljait évente, havonta, akár többször is, hogy tudja, mi az, amiért minden nap képes többet tenni az előző napjánál. Tedd hát te is ezt. Idd le a célod. Hetente kétszer-háromszor is akár. De hogy kényelmesebbek legyünk, mert ugye azért igencsak lusták vagyunk, ha valamit tenni kell, készítsd el a saját motivációs CD-det. Legalább 5 perc hosszúságú legyen, amit naponta minimum egyszer meg kell hallgatnod. A te hangod és a te céljaid legyenek rajta. És a negatív gondolataidat, sőt, tulajdonságaidat meg tudod változtatni, pozitívra tudod cserélni. Hogy értsd, hogy mire is gondolok, például direkt értékesítő vagy. De nem megy a telefonálás, félsz tőle. Mondd ezt! Szeretek telefonálni, a telefonálás könnyű, és megnövelem vele a bevételemet, stb. Tehát ültesd át a negatív gondolkodásaidat a pozitívra, a tudatalattidban. És ezt hallgasd mindig. A kedvencem a következő. Írj egy álomnapot. Milyen lenne az a nap, amikor teljesen elégedett és boldog vagy? Legyél lehetőleg nagyon részletes.
Ezt olvasd el minden reggel. Úgy induljon a napod. De hogy maradjunk tényleg a kényelmességnél, mondhat fel a motivációs CD-ben. És hallgass meg a motivációs percei után. Mennyivel másképp fog indulni a napod? A másik pedig, amit még túl sokat nem gyakoroltam ugyan, de minden lefekvéskor úgy aludj el, hogy formáld át a napod képzeledben, ahogy szeretted volna. Ez hasonlít az álomnapra, de mégsem ugyanaz. Mert az álomnap az, amikor igazából már a célodat éled. A vágyadat. Én szerintem. Ez, mikor lefekszel és átformáld a napodat, az, mikor például van egy üzleted, és semmilyen e-mail nem jött, hogy érdeklődnének utána, vagy akármi. Így feküdj le. Annyira jó volt reggel fölkelni a 20-30 e-mail-re találkozni, és válaszolniuk rá, és már délután már jöttek is telefonok ez ügyben. Tehát ne a negatívra gondolj, hanem a pozitívra. Ez a lényeg. Dolgozhat jobban saját magadon, mint az üzleteden. Két fontos dolog kell hozzá. A mély hitedből csodák teremnek, hát maradj hitedben. És legyél nagyon erős. Függetlenül attól, hogy mi történt veled az életben, onnantól, hogy megtanulsz másként gondolkodni, a benned lévő erő felébred és átveszi az életed felett az irányítást. Mindent tehetsz, mindent vehetsz, és mindent lehetsz. Ne feledd, hogy ez nem csak egy állomás, amit magad mögött hagyhatsz, és ennyi volt. Tovább kell vinned és fejlesztened. Ebben viszont segítségedre leszek, ha követed továbbra is a tevékenységedet. Köszönöm, hogy itt voltál. Tudod, minden héten új videóval szolgálok, de most már ebben a témában több publikált cikket és videót fogok megosztani. Kísérted figyelemmel. Kellemes gyakorlást kívánok neked, és nagyon szép napot!